Dombóvár alsón már sokan várták a nosztalgia vonatot, hogy egy alapos kívülbelül megtekintés, valamint egy ünnepi megemlékezés után felszállhassanak rá, és elutaznak Bátaszékre, a 150 éves jubileum másik fontos helyszínére. Vasutas nyugdíjas vagyok, úgyhogy kötelezőnek éreztem, hogy lehőjek azt az unoka, itt van nálunk, és a kölyi szeretné megnézni a gőzmozdonyt, meg a szerelvényt, úgyhogy utazni nem utazunk vele, de legalább megnézzük, hogy működik meg, hogy néz ki. Én a MÁV-nál dolgoztam 43 évet, úgyhogy gyakorlatilag elég sok közöm van a vasúthoz, elég sok területet bejártam, és nagyon sok ilyen nosztalgia vonatos utat is szerveztem, amikor évfordulók voltak. A Völgységet átszelő 50-es számú Dombóvár-Bátaszék vasútvonalat 1873. július 20-án adták át az utazó közönségnek. Ebből a jeles alkalomból a MÁV jubileumi emlékvonatot indított. A 150 évnek nagy a jelentősége. Két hete volt ennek az első állomás, amikor vasutas nap volt Dombóváron, egy helyi juliális. Ez annál is inkább tekinthető kuriózumnak, hisz az országban 4 helyen volt csupán ilyen rendezvény, Budapesten, Szolnokon, Nyíregyházán és Dombóváron. A következő rendezvény a mai alkalom, amikor egy retro hétvégét tartunk Dombóvár-Bátaszék között, szombat, vasárnap régi típusú mozdonyok, szerelvények közlekednek, és ennek a legfényesebb égköve, gyöngyszeme, itt a mellettünk látható 424-es gőzmozdonnyal továbbított retro szerelvény, felújított 100 éves kocsikkal, és mögöttem van egy motorkocsi, ami szintén ezen a vonalon közlekedett, ez is szintén 100 évesnél magasabb életkorral rendelkezik. 150 évvel ezelőtt még gépjármű közlekedésről nem beszélhetünk, közutak is inkább földutak voltak, az embereknek a mozgása az lényegében gyalog történt, lóháton, lovaskocsival vagy ökrös szekéren, a záruk élő állatoknak a továbbítása is lábonhajtással történt, tehát nem volt semmiféle fuvarozási lehetőség, és 150 évvel ezelőtt, amikor megjelent itt a vasút, egyébként ez a Dombóvár-Bátaszéki vasútvonal Tolna vármegye első vasútja is egyben, tehát amikor ez megjelent, akkor kitágult a világ, Bátaszék Dombováron át Kaposvár, Gyékényes, Nagykanizsa felé el lehetett jutni akár a fővárosba, akár Bécsbe, akár az Adriai tengerbe, tengerhez Fiume településre, városába, és ezáltal a kereskedelem az meg tudta élénkíteni az itteni életet. Tehát ez egy óriási nagy lehetőség volt az itt élők számára. 150 évvel ezelőtt Dombóváron egyébként nem élt 3000 lakos, ők is zömében mezőgazdasággal foglalkoztak. Akkor, amikor kezdték a vasutat építeni, ennek volt köszönhető, hogy itt robbanásszerűen egy hatalmas fejlődés indult meg Dombóváron és a térségbe, és hát ugye tudjuk, hogy jelenleg Dombóvár egy 20.000-es város, 1970-ben kapott városi rangot, és ez mindenképp annak köszönhet, hogy a vasút az ide került Dombóvárra. Siha, ha fut a hónat, repíti az utasokat, ha helytek megy a gyerekek, ezt tudják, segítsetek. Budapesten van ennek a gőzmozdonynak a szálláshelye, a vasúttörténeti parkban, a vasúti kocsik is ott vannak, és onnét került ide a tegnapi este folyamán. Ez 9 óra 8 perckor fog indulni Bátaszék állomásra. Útközben meg fogunk állni Szalatnokon, Málszászváron, Nagymányokon, Hidasbonyhádon, Cikon, és hát természetesen a végállomáson Bátaszéken. Itt mindenhol emléktáblavatás, beszédek, valahol falunap lesz, tehát nagy ünnepség lesz a vasutasság, illetőleg az itt élők számára. És hát a rendezvény sorozatunk itt még nem ér véget, körülbelül 2, illetőleg 3 hét múlva még lesz egy fejezet, ami lényegében egy csúcspontja lesz ennek a 150 évnek. Dombóvár vasutasság számára sikerült egy jelképet szereznünk, az is egy kis gőzmozdony, csak nem ekkora, hanem kisebb. Ez a gőzmozdony, ez a héten tegnap előtt 8 óra 45 perckor érkezett meg Budapestről Dombóvárra. Ez a kis gőzmozdony a dombováriak Mukinak hívták, ez a fatelítő telepen dolgozott 1915-től az 1990-es évekig. Akkor a fatelítő bezárt, a gőzmozdony, a Muki elkerült Budapestre, és ezt a Budapestről, ezt a gőzmozdonyt hoztuk vissza, közlekedési múzeum tulajdona, tehát természetesen
partnerek voltak abban, hogy visszakapja Dombóvár városa ezt a járművet. Ez lesz a nagyállomás melletti vasúti múzeum megálló udvarán felállítva, és hát ott egy újabb ünnepség fog történni, és hát ott is várunk mindenkit már most nagy szeretettel. A különleges szerelvényt a MÁV Nosztalgia flottája alkotja, élén a 424-es gőzmozdonnyal. Az emlékvonat számos településen megállt, ahol ünnepélyes keretek között fogadták a vonatot zenével és énekkarral, emléktábla avatással és egyéb programokkal.